tájfutás, bár sokan elsőre nem így gondolják, de nem a szép tájakról kapta a nevét. A tájfutásban ugyanis a tájékozódáson van a lényeg. Térképpel és tájolóval a megfelelő sorrendben kell megtalálni az ellenőrző pontokat úgy, hogy közben mi magunk döntjük el a két pont között, melyik útvonalon haladunk éppen. Futni kell erdőben, mezőn, át a bozótosban, végig a tisztáson, fel a hegyen, majd onnan le. És igen, ma már egyre gyakrabban a városokban is. Filmünk elsősorban a 2021-es Sprint Városi Magyar Bajnokság döntőjét mutatja be, de emellett azt is szeretnénk megmutatni, hogy mitől is szép és izgalmas ez a sportág. Ha velünk tartanak, látni fogják, hogy ez egyszerre kaland és kihívás, játék és harc, szellemi és erőléti sport, ahol a gyorsaság mellett mindenkinek a megfelelő döntési képességeire is szükség van. Tulajdonképpen a 21. századi menedzserek számára akár egy kötelező életforma is lehetne, hiszen benne van minden, ami a mindennapi életben a sikerhez is kell. És persze olykor élménynek sem rossz. Jaj! Én mondtam. Rók elgáncsolt. Győr a folyók városa, de nem csak a vízpartja csodálatos, hanem a belvárosa is. Tel is tele van zegzugos utcákkal, aki egyszer járt már itt, alig hanem hamar beszippantja a hangulat. Emiatt a város szerkezet miatt tetszett meg a Veszprémi Honvéd vezetésének Győr, akik megnyerték az ügynek az éppen 750 éves város vezetését is. Így a Kisalföld szívébe hozták a 2021-es városi rövid távú tájékozódási futó magyar bajnokságot. A szervezés persze nem egyszerű, pláne nem abban a városban, ahol éppen az egyesület is működik. Csak hogy a tájékozódási futás egyik lényege éppen az, hogy meg kell próbálni egyforma esélyeket adni. Így miután Győrben a 80-as, 90-es években népszerűbb volt a szakág, mint ma, városi versenyt pedig soha nem rendeztek, ezért is esett a választás a történelmi belvárosra. Veszprémben nagyon régóta, évtizedek óta azt lehet mondani, a tájfutás gyökeret vett. Győr viszont egy eléggé fehér folt a tájékozódási futósportágon belül. Évtizedekkel ezelőtt azért volt itt tájfutó egyesület. Gyerekek, hogyha valaki is arra gondolna, hogy ő tájfutó szeretne lenni, jelen pillanatban nem talál megfelelő egyesületet. Ezért gondolta azt az MTFS, tehát a Magyar Tájfutó Szövetség, hogy olyan területre hozza ezt az országos bajnokságot, ezt a legnépszerűbb országos bajnokságot, leglátványosabb bajnokságot, ahol a tájfutás egyáltalán nincsen meg. Nagyon sok sportrendezvényt rendeztünk az elmúlt években, De ez a megkeresés, ez nekünk is újdonság volt, hiszen mint tájfutást természetesen ismertük, meg üztük is páran, de ez az új formája, ez a városi futóverseny, ez tényleg újdonság volt nekünk is, meg bárkinek próbáltuk magyarázni, mesélni. Azért először mindenkinek a csodálkozás ült ki az arcára, hogy tájfutóverseny városban. Az elmúlt években Zalaegerszeg, Kaposvár, Miskolc és Gyula voltak az OB házigazdái, és ahogy ott, így most itt is tiltott zóna lett a terület. Magyarul a bejelentéstől kezdve itt nem szabad térképpel a kézben futva közlekedni. A tájékozódási futóedzések számára a győri belvárost azt letiltottuk, tehát oda igazából a győri versenyzők sem mehetnek edzeni. Aki még nem járt a városban, az egy klasszikus tájfutó élményben fog részesülni, tehát egy ismeretlen terepen, egy ismeretlen versenypályát vagy térkép információi alapján fog teljesíteni. Nagyon komplex összetett egy ilyen rövid távú tájfutó versenynek a megszervezése, különösen egy országos bajnokság esetében, ahol ugye a fair play szabályokra kiemelt figyelmet kell fordítani, és hát azért egy 1000 fő fölötti rendezvényről beszélünk, tehát a logisztikája is meglehetősen bonyolult a rendezvénynek. Miután ma még ritka, hogy nézőink tájékozódási futóversenyt látnak a televízióban, mielőtt a bajnokság futamait és főszereplőit részletesen bemutatnánk, ismerkedjünk meg ezzel a rendkívül izgalmas és érdekes sportággal. Ehhez a rendező Veszprémi Honvéd egyik edzésére látogattunk el, hiszen a királynék belvárosában nyugodtan lehet futni.
Azonnal fel is tűnik, hogy milyen gyorsan pörög minden, és bizony az éppen arra járókat ugyanúgy ki kell kerülni, mint a fákat és a bokrokat. Az az eredeti tájfutás, amikor az erdőben, ott a Bozótosban, vagy a Tisztáson futni, állatokkal találkozni. A városi versenyek vagy edzések pedig azért jók, mert nagyon pörgősek a pályák, és ott is nagyon izgalmas találkozások történhetnek. Például egy velencei futáson, amikor a kis sikátorokban kell tájékozódni a lagúnák között, az is nagyon élvezetes. Alapvetően azt kell a lakosságnak figyelembe venni, hogy a sportoló az előre tervezi, hogy ő merre fog mozogni. Tehát azt kerüljék el, hogy hirtelen mondjuk a nyomvonalukat megváltoztatják, elugranak azért, mert hallják, hogy valaki ott érkezik. A sportoló pontosan tudja, hogy ő hova akar jutni és hol akar elhaladni. Nem kell tőlük kétségbe esni, ki fogjuk kerülni. Ezt jól megtervezik a rendezők is, hogy olyan helyre ne vigyék, ahol lámpák vannak, vagy ilyen vonat például. Illetve van, ahol forgalmi irányítás is van. 11 éve kezdtem a tájfutást, szóval egészen kicsi korom óta, és igazából ez az életem részévé vált abszolút. A legbüszkébb lehetek rá az a ifjúsági Európa-bajnokságban egy váltóban második hely. Kivel lehet jó tájfutó? Fontos nyilván, hogy legyen egy atléta alkata. Nyilván a tájékozódási képesség, de ez fejleszthető teljes mértékben. A versenyzők nem futhatnak üres kézzel. A tájékozódási futáshoz ugyanis pár dolgot magunkkal kell vinni. Ezt már a legkisebbek is az első edzéseken megtanulják. Tájoló, amivel betájolod, hogy hogy kell tartani a térképet. Éjszakot kell először megnézni a térképen, be kell állítani éjszakra a térképet, aztán csak utána lehet elkezdeni tájékozódni. Nagy szürke ezek az épületek. Lépcső azon azért látszik, hogy egy lépcső. A sikátorok azok a világosabb szürkék, és ezek a sárgák, ezek pedig ilyen mezők, vagy ilyen füves területek. 2017 óta tájfutok. Nagyon szeretek versenyezni, és már nagyon sok versenyen voltam. Hát szerintem az eredményeim jók. Vannak az országos bajnokságokon C, B, meg A döntők. Először az A döntőbe szeretnék bejutni, az a cél. A sportolók kezén itt is van egy Filztól kupakra emlékeztető valami, de hívhatnánk akár egy speciális pendrive-nak is, hiszen adatokat tárolnak rajta. A bal kezemen van egy tájoló, ugye ez mutatja az éjszakot, ami nagyon fontos ugye a térkép irányba beállításakor. A másik kezemen pedig egy chip, úgynevezett dugóka van, ami nem olyan rég jelent meg a tájfutásban. Ez méri az időt, illetve jegyzi, hogy melyik pontot fogtam meg. Rövidebb, pörgősebb pályán nem feltétlen kell meglátni a pontot, mert az egy tájékozódási feladat szintén megtalálni nyilván a pontot, úgyhogy van, hogy belerakják egy gödörbe, és nem látszik ki a pont, csak hogyha ott vagyok mellette. Most már szintén az új dugókáknak a jellegzetessége az, hogy elég, ha csak elfutok mellette, és akkor érzékeli, ahogy érintem a pontot, de a régebbi verzió az az, hogy megfogom, és akkor csippan. Megkaptad a térképet, mik a legfontosabb dolgok, amiket megnézel rajta először? Természetesen először, hogy hol van a rajt, és hol vagyok én. Ezt egy háromszög jelöli, a célt ezt a kettős kör jelöli, és hát sorba kell megfogni értelemszerűen a pontokat. Csak látszólag tűnik kavalkádnak ez az edzés. Mindenkinek ugyanis más a feladata, így más sorrendbe kell felkeresniük a különböző pontokat. Hülyéskedünk persze meg minden, de próbáljuk komolyan menni, és így pár országos bajnoki cím így összejön, főleg csapatban, nagyon szeretjük a csapatot, a srácokkal itt, úgyhogy országos első hely megvan. Bárkiből lehet jó tájfutó, kell hozzá az, hogy nagyon jól tudjon koncentrálni, fel tudjon mérni adott helyzeteket, és nagyon sok rutin kell hozzá. Nem lehet csak úgy az első pillanattól tudni, hogy honnan kell kerülni az épületet, hogy a melyik völgyön menjek át, vagy ilyesmi, nagyon sok gyakorlás kell hozzá. Itt Veszprémben hamar kiderül, hogy akit egyszer beszippant ez az életforma, az örökre itt ragad. 1966-ban kezdtem, azaz 55 éve. Szüleimet természetjárást csináltuk, tehát volt turista térkép a kezemben.
és ezért gondolták a tanáraim, hogy menjek el erre a toborzó versenyre. Budapesti Spartakuszba 2 év után leigazoltak, aztán Monspart Sacival, és több későbbi válogatottal együtt futottunk. 19 évesen a felnőtt válogatottba kerültem. 78-ban Norvégiában volt világbajnokságunk, 79-ben Finnország, és gyakorlatilag ezáltal Skandinávia az máig tartó szerelem. Minden egyes külföldi út alkalmával, amikor a férjem a GPS-t használja, én a térképet használom. Ha az erdőben kirándulunk, akkor ő a telefonja alapján, mert informatikus tájékozódik, én a turista térképpel megyek, és bizony sokszor van úgy, hogy nekem van igazam, és tehát nincs wifi, nincs kapcsolat, nincs térerő, akkor a térkép még mindig ott van a kezemben. Fantasztikus tehát a hangulat az edzésen, a Veszprémi Honvéd sportolói felkészültek az országos bajnokságra. Már is mutatjuk, hogy nekik, illetve a többi egyesület sportolójának mindez hogyan sikerült. Most már térképpel sem menjenek messzire. Ugrottunk az időben, most már szeptember 18-a van, a magyar bajnokság napja. A szombat délelőtt a selejtezői, a versenyzők az evangélikus iskolából a szomszédos térre mennek, de csak csoportosan hagyhatják el az épületet. Éppen az, akinek jön a futama. Minden korosztály ugyanis más útvonalat kap majd, így ahhoz, hogy egyformák legyenek a feltételek, innen csak a rajtsorrend alapján lehet kimenni, szoros és szigorú időrend alapján. Újabb sorban állások után azonban jöhet a rajt, a térképet csak ezután lehet megnézni, vagyis az első szakaszon arra is rá kell jönni, hogy merre tovább. Az átvezetés után a Bercsényi Liget játszóterén cikáznak a sportolók. Kinek ez, kinek amaz a pont kell, ami a térképen fel lett tüntetve, egy hiba is súlyos másodpercekbe, olykor percekbe is kerülhet. Márpedig ez egy sprint OB, vagyis futni kell, ami a csövön kifér. Az ellenőrző pontokon a feltüntetett számokat érdemes ellenőrizni, hiszen ha nem jó sorrendben érítjük a pontokat, akkor kizárnak minket a versenyből. Itt és most még nem fontos a tökéletes időeredmény, akár taktikázni is lehet, csak túl gondolni nem szabad az egészet, hiszen minden kategóriában megvan az a létszám, ahányan bejuthatnak a döntőbe. A selejtezős idejüket nem viszik magukkal a sportolók, a fináléban mindenkinek újra nulláról indul az óra. Nagyon technikás, tehát sok olyan hely, ahol nem lehetett átfutni, ilyen kis zsákutcák, folyamatosan kellett követni, hogy mik a lezárt kapuk, vagy a nyitott kapuk, udvarok. Érdekes, kifejezetten érdekes pálya volt. Nekem nagyon tetszett a pálya, másodszorra vagyok életemben Győrben, úgyhogy egy kicsit ilyen turisztikai látványos, hogy már amennyire ezt a városrész, így nagyon jó volt, meg a rendezése is nagyon elégedett, hogy nagyon tetszik, így, hogy használtuk az iskola épületet, tehát tényleg így az ember így fejét tekergetve megy végig a városon. Gyors volt, figyelni kellett, hirtelen váltam irányokat, pörgős volt, tetszett, ez nagyon tetszett. A kódok olyan gyorsan jöttek, hogy mindig azt hittem, hogy egyen még hátrébb, előrébb vagyok, hátrébb vagyok. A végén nem, tehát lehet, hogy elfáradtam, nem tudom, de elégedett vagyok. Minden pontot, mikor fogsz, ez egy sikerélmény. Ilyen egyszerű. És kikapcsolsz, tehát kell figyelni, mindent mást elfelejtesz. Ritkán lát az ember ennyire fantasztikus környezetet, terepet, rendezést, úgyhogy nagyon jó érzés volt. Nehéz volt, igazán egy labirintussal találkozott az ember, és időnként, mint egy vakegér, zsákutcába került, volt velem is. Úgyhogy az egy kellemetlen érzés, de korrigálni kell, gyorsan. Úgyhogy élvezettel csináljuk, úgyhogy nekem nagyon tetszett. Tehát a legfontosabb a feltöltődés, az ember munka után fantasztikusan fel tud töltődni. Egyrészt egy nagyon jó fizikai sport,
rengeteget kell futni, az erdőben sok az inkülönbség is, szépek a tájak, viszont egy nagyon jó szellemi kihívás, tehát feladatokat kell megoldani, mindenki másképpen csinálja, és a városi tájfutástól ellen tétesen az erdőben időnként nem lát senki, tehát meg is állhatsz szuszogni, hogyha nem bírod, tehát megvan a szabadságod. Itt a vége volt már nagyon pörgős. Itt körülbelül csak egyenesen kellett futni az utakon, és nagyon gyorsan. Úgy többnyire elégedett vagyok. Volt benne egy-két kisebb hiba, de úgy összesítve szerintem egész jól sikerült. Futós volt nagyon, meg gyorsan kellett gondolkodni. Voltak ilyen olyan részek, ahol nagyon gyorsan jöttek egymás után a pontok, és nagyon gyorsan kellett fordulni és gondolkodni. Illetve volt néhány rész, ahol ilyen átjárókon befutás volt, viszont a végén kerítéssel zárult, szóval figyelni kellett, hogy hol lehet átjönni. Hát a tájfutás azért jó, mert összeköti a mozgást és a gondolkodást. Szabadban vagyunk, közösségben vagyunk, közben mozgunk, jól érezzük magunkat, és közben gondolkodni kell, hogy tudsz a legjobban egyik pontról a másikra eljutni. Nagyon gyors volt a pálya, nagyon sok kis pont volt, rengeteg kis kerülő, rengeteg kis irányváltoztatás, de nagyon élveztem. Szövetség elnökeként is tetszett, nagyon örülök, hogy Győrbe sikerült hozni az OB-t, és hogy a város ezt ennyire támogatja. Remélem, még sok ilyen jó OB-nk lesz. Én nagyon sok fiatalt láttam magam körül, hogy a mezőny hogy áll, azt még én sem tudom, de a fiatalok nagyon gyorsak, azt láttam. A férfi és a női kategória már önálló programként szerepel majd a délutáni programban, így egyperces indításokkal egyénileg jönnek a sportolók. Utolsóként a selejtező legjobbja. Ismerkedjünk meg most a favoritokkal, akik 5 óra pihenés után a legjobb pozíciókból várhatják majd a rajtot. Szerintem annyira nem volt nehéz, oda kellett azért figyelni, volt sok rövid átmenet, és közben magas tempó mellett kellett tájékozódni, és ez volt szerintem a legnagyobb kihívás, hogy mindent ki tudjunk olvasni a térképen magas tempó mellett. Igazából hibákat nem csináltam benne pont környékén, egy-két útvonalválasztás volt esetleg, hogy jobbról-balról kerüljük a háztömböket, az épületeket, de igazából szerintem nem volt nagy különbség egyik-másik lehetőség között, úgyhogy igyekeztem minél több energiát megsporolni. Ugye egy héttel ezelőtt értünk haza a Junior VB-ről, ott az egy hétig folyamatos kemény megterhelés volt, úgyhogy ezen a héten is igyekeztem kicsit valahogy kijönni ebből a kis fáradtságból, amit ugye belepakoltam a lábakba. Jól sikerült, ez egy selejtező volt, tehát nyilván nem kellett az embernek nagyon kiadnia magából mindent, de szerintem a célnak megfelelően jó futás volt. Hetes betegségem vagyok túl, úgyhogy győzelmet sajnos nem várhatok el magamtól. Szerintem egy negyedik hely esetleg reális lehet, egy top 6-ot mindenképpen szeretnék. Terepen ugye sokkal több útvonal jön szóba, mert az összes fát lehet jobbra meg balra kerülni, itt meg sokkal lekorlátozottabb, szóval így inkább a sebességem van a hangsúly. Szóval nehezebb elrontani, és inkább útvonalválasztásban lehet hibázni, mint pont közelben vagy ilyesmi. Erdőben nehezebb eltévedni, itt azért az épületek, utcák elég egyértelműek, technikailag nem volt annyira bonyolult. Nyilván itt most elsősorban a futótempó számított, de az volt a nehézsége, hogy nagyon sok pont volt, és ezért kellett figyelni, hogy jó pontot fogja. Ez még csak a selejtező volt most délelőtt, aminek hát nagyon remélem, hogy számomra nincsen tétje. Azért a elmúlt évek teljesítményeiből szerintem a bejutás nálam nem kérdés. A belváros szerintem nagyon technikás terep lesz, úgyhogy mindenképpen izgalmas versenyre számítok. És akkor most már szombat délután vagyunk, eljött a döntő ideje. Az evangélikus iskolában melegítenek a versenyzők, ahhoz ugyanis, hogy a pálya titkos maradjon. Továbbra is mindenkinek bent kell maradni a rajtjáig a zárt területen. Innen, ahogy máskor, most is a megfelelő időben lehet majd kimenni, hogy aztán egy rövid várakozás előzze meg a rajtot. Kivételesen nem titkos most minden, hiszen annyit lehet látni, hogy majd a vár területére, a mezőnynek majd be kell menni, de hogy mikor és hogyan jutnak el ide a sportolók, azt nyilván senki nem tudja. Minden korosztályból egyszer egy versenyző rajtol, a felnőtt női és férfi mezőny azonban még vár, ők majd egyén indítással jönnek a nap végén. Ezt a naplemente határozza meg, hogy pontosan mikor. Az utolsó startot ebből számolják vissza, és aztán a többieket is. Így pontosan tudjuk, hogy 6 óra előtt mindenki útra kell majd. A startból így majd 3 órán át folyamatosan küldik a versenyzőket, hogy aztán egy balkanyar után a győri történelmi belváros felé vegyék mindannyian az irányt.
Amíg a felnőtt mezőnyig eljutunk, tegyünk egy kis időutazást. Hogyan is jutott át ide Magyarországra ez a skandináv eredetű sport, ami egyébként már 1999-ben ünnepelte a 100 éves évfordulóját. Nos, itt Magyarországon az első tájékozódási versenyt 1925-ben rendezte Ripszám Henrik, aki egyébként festőművész volt amellett, hogy atléta, és az orosz hadifogságból Skandinávián keresztül érkezett haza. Itt ismerkedett meg a tájfutással. A hűvösvölgyi Balázs kocsmánál volt a rajt, majd 100 évvel ezelőtt. Nyilvánvalóan más sportágak versenyző indultak, atléták, sífutók, birkózók, tornászok, evezősök és állítólag sziklamászok és turisták is. Aztán egy darabig nem történt szinte semmi, majd ahogy a tájfutás.hu-n is olvashatjuk, a Csipke Rózsika álom után a 40-es évek elején indult útjára újra a sportág, és erősödött meg. Két irányzat is kialakult, az egyik a tájékozódási feladatok megoldására fektette a hangsúlyt, ez vezetett a mai túraversenyekig, a másik pedig a sportág fizikai oldalát, a gyors feladat megoldást fejlesztette. A Nemzetközi Tájékozódási Futószövetség 1961-ben alakult meg, Magyarország egyébként alapítóként vett részt, a Magyar Tájékozódási Futószövetség pedig 1970-ben vált önállóvá, amikor kilépett a Természetbarátok Szövetségéből. Ebben a munkában vállalt oroszlán részt Skerlec Iván, őt tartják a sportág egyik legmeghatározóbb egyéniségének, aki 1996-ban bekövetkezett haláláig a szövetség főtitkára is volt. Mindjárt folytatom a történelmi visszatekintést, de előbb jöjjön némi magyarázat a cikázás mellé. Mit is látunk a képen? Nos, a belvárost a szervezők telerakták különböző ellenőrző pontokkal, de amint már gondolom kitalálhatták, nem kell mindenkinek mindent érinteni. Így amikor valaki csak elsuhan a narancssárga fehérjel előtt, az azért van, mert azzal a ponttal neki semmi dolga nincsen. Erről már a célba érkezők a Dunakapu téren egymásnak mesélni tudnak, ahol nem csak egy kivetítő lehet követni a legfontosabb eseményeket, hanem az elvesztett energiákat is pótolni lehet. A hatalmas sátor az étkezés mellett még búvóhelynek is kitűnő volt, hiszen a délután nem egyszer rázendített az eső, és volt, amikor nagyon komolyan is gondolta. De ugye a tájfutás az nem teremsport, így ment minden, mintha mi se történt volna. Maximum annyi, hogy akik éppen pályán voltak, nekik volt egy újabb sztoriuk, amit mesélni tudtak otthon. A verseny legnagyobb különlegessége, hogy a győri egyházmegye is partner volt abban, hogy kapjanak valami nagyon extrát a versenyzők. Így aztán beléphettek a Püspökvárnak arra területére is, ahová egyébként a turistákat sem szokták beengedni. Aki ezt a területet az interneten is megnézte, a térképprogramra a kisemberkét hiába próbálta ráhelyezni, nos, nem lett okosabb. Vagyis egy picit sötét folt maradt ez mindenkinek. Sprinttáv egyébként jellemzően 3-4 kilométer és 20 körüli ellenőrző pontot jelentett, vagyis viszonylag közel van minden egymáshoz, nagy tempóval lehetett közlekedni. De le a kalappal Marci bácsi előtt is, aki már elmúlt 85 éves, és még így két bottal is jött és példát mutatott a fiataloknak, hogy nincs kifogás, fel kell készülni és el kell indulni a bajnokságon. Apropó fiatalok, a szezon kimondottan sikeres számukra, hiszen 5 érmet is hozott a magyar csapat a törökországi junior VB-ről, a nemzetek pontversenyében is a második helyen zárt. Ezüstérmes lett a női váltó Czakó Boglárka, Mag Viktória, Gárdonyi Csilla összeállításban, és a férfi váltó Nagy Péter Bújdosó Zoltán, Jónás Ferenc összeállításban. Jónás Ferenc közép és hosszú távon is bronzérmet szerzett egyéniben, Mag Viktória pedig a hosszú távon bronzot hozta, így jött össze az 5 érem. Az ifik sem nagyon akartak elmaradni, ettől ők 4 érmet hoztak, köztük 2 aranyat Litvániából. A 16 éveseknél Mára Marosi Rita, a 18 éveseknél Mag Viktória nyert sprinttávon, bronzérmes lett Czakó Boglárka a hosszú távú versenyen, valamint a Lantai Lili, Mikes Janka, Mára Marosi Rita váltó. A nyerességek mellett voltak sajnos veszteségek is. Már nem jöttette el Győrbe a sportág legismertebb alakja, Monszpar Sarolta sem.
Tájfutó világbajnok, 14-szeres magyar bajnok, egyébként sífutásban is 6-szor nyert magyar bajnokságot. Ő volt az első nő Európában, aki 3 órán belül lefutotta a maratoni távot. 1972-ben egyébként Csehszlovákiában rendezték a tájfutó világbajnokságot, ahol Saci nyert. Ő volt az első sportoló, aki nem skandinávként nyerte a világbajnoki címet. Akár több eredménye is lehetett volna, de 1976-ban kullancsfertőzést kapott, majdnem meghalt benne, 6 napig volt kómában, és 6 hétig az intenzív osztályon ápolták. Ezt követően nagyon sokat tett azért, hogy az emberek egészségesebben éljenek, és ha lehet, fussanak. Emlékére a Magyar Tájékozódási Futószövetség a Feledi Monspar család hozzájárulásával Monspar Sarolta díjat alapított, amit először majd 2022-ben a legenda születésnapjához, november 17-éhez közeli időpontban adnak majd át. Olyan személyek kaphatják, akik a tájékozódási futás népszerűsítésért, a sportág ismertségének növelésért vagy fejlődésének elősegítésért dolgoztak. A fővárosi közgyűlés döntése értelmében pár hónapja a Margit-szigeti futókör is Monspar Sarolta nevét viseli. Egyébként nem csak Monspar Sarolta nyert világbajnokságot a magyar versenyzők közül, hanem Olák Katalin is. Ő 1991-ben és 95-ben volt világbajnok. Magyarország is rendezett egyébként világbajnokságot méghozzá 2009-ben Miskolcon. Eleinte ugye csak egyéni verseny volt és váltóverseny, aztán jött a rövid távú verseny, és amikor 2001-ben bekerültek a programba a sprintversenyek, vagyis ezek a 13-15 perces győztes idejű futóversenyek, a korábbi rövidtávú versenyszámot középtávúnak, a klasszikust pedig hosszú távúnak nevezték el. És akkor kint vannak már a pályán a legjobbak a felnőtteknél. Ha a favoritokat nézzük, akkor ki kell emelnünk a hölgyeknél Gárdonyi Csillát, aki a tavalyi esztendőben tarolt, idén pedig megnyerte a középtávú bajnokságot, Mantuano Esztert, aki 2019-ben nyert sprintbajnoki címet, és Mérő Dominikát a Veszprémi Honvédból, aki egyetemi bajnok, éjszakai bajnok, hosszú távú bajnok ebben a szezonban, ő is jó formában van. Ami az urakat illeti, Jónás Ferencnek a világbajnoki eredményei mellett az egyetemi bajnoki cím is bekerült 2021-ben a neve mellé, Baku Áron éjszakai bajnok és hosszú távú bajnok, Bújdosó Zoltán pedig a középtávú bajnok, valamint a sprintliga győztese, és a korábbi győztesek közül Ormai Mihály 2019-es sikere révén mindenképpen az esélyesek közé tartozik. Mutatunk egy érdekes szituációt méghozzá az egyik tévéspontnál, ahol különféle módon lehetett megközelíteni az ellenőrző pontot, szakmai elemzéshez is kiváló, hogy ki hogy döntött, itt másodperceket lehetett nyerni a vetélytársakkal szemben. Volt, aki az úton ment körbe, hogy elérje a pontot, volt, aki viszont beugrott, vagy egyszerűen benyúlt, utóbbi volt egyébként a leggyorsabb. Ha egy kis kulisszatitkot elárulhatok, nos, nagyon sok előkészülete volt a versenynek, különösen az élő közvetítésnek, és a versenyelnöke Molnár Zoltán azt mondta, mutassuk meg a nézőknek a helyszínen, illetve majd a televíziós összefoglalóba is a leghosszabb átmenetet, hogy milyen variációkat lehet választani a sportolók számára. El is készítettük ezt a videót, amit éppen Németh Zsoltné, a Veszprémi Honvéd szakosztályvezetője jóvoltából láthatunk, és hát meg kell, hogy mondjam, én nagyon meglepődtem, hogy a fehér pöttyön senki nem futott, se a hölgyeknél, se az uraknál. A Széchenyi Teres Gyökkettőt senki sem választotta, én győriként azt gondoltam, ez lesz a legrövidebb táv, de a versenyzők mindannyian úgy gondolták, hogy a Püspökvár udvarába, vagy a narancssárga vonalán, vagy az attól még balra található utcákban lehet a leggyorsabban eljutni. Hát kíváncsi lennék egyébként majd, hogy a versenyen kívül esetleg valaki visszajön, akkor mi mellett dönt. Nyilván versenykörülmények között nem ismerem a város szerkezetét, lehet, hogy nem tűnt fel azonnal, hogy a Széchenyi téren keresztül lehet vágni, vagy egyébként lehet, hogy az tényleg a hosszabb út. Ami a verseny végeredményét illeti, nos, Mantuano Eszter hamar elszállt a versenyből, hiszen viszonylag hamar komoly hátrányba került, sőt, a kettővel utána induló Gárdonyi Csilla utol is érte egy idő után. A hegyvidék sportolója, a címvédő tarthatatlan volt, végig magabiztosan és gyorsan ment, így fölényesen, több mint 20 másodperc különbséggel nyert a tabáni Spartacus versenyzője Sárközi Zsófia előtt,
A dobogó harmadik fokára pedig mérő Dominika futott fel. Hamarosan az interjú majd láthatjuk a részeredményeket is. Ami az urakat illeti, ez sokkal izgalmasabb volt. Az utolsó másodpercig nyílt volt minden. Amikor Ormai Mihály beért a célba 15 perc 1 másodperces eredménnyel, akkor hatan voltak mikként a pályán, és csak reménykedett abban, hogy elég lesz a dobogóra. Akkor már benn volt a célba Jónás Ferenc, a szegedi vasutasból, 15 perc 5 másodperces eredménnyel, tehát tudta Ormai, hogy az idő eredménye jó. A két csapattárs, Bujdosó Zoltán és Bakó Áron volt rá igazán veszélyes. Bakó végül 15.08-al érkezett meg, Bujdosó Zoltán pedig 1 másodperccel később 15 perc, 2 másodperces eredménnyel, azaz egyetlen 1 másodperc döntötte a bajnoki címet a két tabáni versenyző között. Az eredmény hirdetésre az Arabona Bressz mini koncertje után került sor. 3 éve ugyanezen a rövid távú bajnokságon már egyszer sikerült nyernem, azóta 2-szer második voltam, és most ez így a második egyéni bajnoki címem felnőttben. Az még egyetem előtt volt az első bajnoki címem, és most az egyetem mellett egy kicsit, egy icipicit nehezebben tudok edzeni. Aminek még igazán nagyon örülök, hogy a végén vettem át a vezetést, és a végéig nagyon jól bírtam a tempót, és hogy fejben nem estem szét. Ez számomra egy igazán nagy siker. Ez volt egyébként a döntőnek a nehézsége, ez az esős, csúszós, nyálkás idő? Engem zavart egy kicsit, mármint nem annyira mertem így futni, meg a kanyarokat nehéz volt bevenni, de azért megküzdöttünk vele. Ez volt tehát az egyéni verseny. Hamarosan a váltóval folytatjuk. Vasárnap reggel 8 óra. Még 2 óra van az első rajtig, de lassan teljesen megtelik az aranypart futókkal, családtagokkal, barátokkal. Folytatódik a Városi Tájékozódási Futók bajnoksága. A mai nap a váltóké lesz. A verseny elnöke nem sokat aludt, ahogyan a Veszprémi Honvéd szervezésben résztvevő önkéntesei sem, hiszen mindent át kellett költöztetni a Dunakapu térről az egyetemi kampusz mellé. A mai programban részben hasonló terep áll a sportolókra, mint a ROP selejtezőjében. Csak egy kicsit több lesz a parkos, füves rész. Hányan dolgoztatok a háttérben, hogy az ilyen remekül sikerüljön? Körülbelül 100 fő vett ebben részt. Egy része az egyesületi tagság, más része a Magyar Honvédség részéről idevezényelt állomány. Nyilván a katonák segítsége nagyon sokat jelent, főleg az olyan kritikus helyeken, mint az utakon való átkelés. Köszönjük a segítséget a Magyar Honvédségnek. Tömegrajttal indul a mezőny, összesen 7 kategóriában avatnak majd bajnokot. A gyerekek és a felnőttek 4 fős csapatot alkotnak, ahol legalább 2 lánynak kell lenni a váltóban, de 2 fiúnál nem lehet több. Ha valakinek ez a matek első hallásra bonyolult lenne, nos a lényeg, hogy 3 csapat jöhet így össze, általában 2 hét férfi és női futóval startol mindenki, legalábbis aki nyerni szeretne, de olykor előfordul, hogy 3 vagy 4 lány is van a csapatban. A gyerekek 2 kategóriában indulhatnak, az egyikben a 2007 és azután, a másikban a 2003-ban vagy azután születettek kerülhetnek be. A nyílt kategóriában természetesen bárki rajthoz állhat, így a rövid távú OB legjobbjai most újra futócipőt húztak. Az idősebb versenyzők viszont 3 fős váltókba tagozódnak. Aztán itt Szenyornak, aki 1980. december 31-e előtt született, vagyis már legalább 35 éves. A 2021-ben betöltött évek számát kell összeadni, és legalább egy hölgynek kell indulni a csapatban. A 3 életkor összeadása után 105, 135, 165 és 195-ös kategóriákat alakítottak ki. Megindult a mezőn, kifelé a térkép rajt irányába. Ahogy mondtam, nem kötelező, hogy férfi versenyző kezdjen. Császár Éva fut elől. Egymás után rajtolnak el a mezőnyök, így egyre jobban megtelik a kampusz területe is. Hol innen, hol onnan tűnik fel valaki. Minden csapat érinti ugyanazokat a pontokat, csak éppen más sorrendben,
így az esélyek azonosak, de a pályák hossza, a hibázás nélkül is, ha minimálisan, de eltérő lehet. A lényeg úgyis a végén van, a csapatok számára összességében mindez egyenlővé válik. Így aztán a rajt után ki erre, ki arra indul, hogy az átkötőnél megint mindenkit láthasson a közönség és egyfelé fussanak. Az élő tévé közvetítésnek hála sok mindent a kivetítőn is követni tudnak a szurkolók, a cél felé tartva pedig komoly biztatást kapott mindenki. A mai pályát Molnár Péter, a versenyigazgatója szerkesztette, aki megnyugvással figyelte, hogy minden rendben van. Versenyigazgatóként az első rendű szempont az lenne a számomra, hogy hiba nélkül, sportszerű körülmények között lezajlott mind a két nap a összesen három futam. Természetesen egy ekkora volumenű rendezvénynél kisebb hibák mindig előfordulnak, ezeket nagyon jól kezelte a stáb, úgy érzem. És olyan extrákat tudtunk nyújtani a mezőnynek, többek között a média terén, de a szponzoráció a helyszínek terén is, amit nagyon ritkán kaphat meg egy magyar tájfutó mezőny, úgyhogy én úgy érzem, hogy a magyar átlagot bőven meghaladó, nagyon magas színvonalon sikerült megrendezni a két bajnokságot. Az exugó győri belváros beváltotta hozzáfűzött reményeket? Itt is tudtunk egy kis meglepetést okozni, ugyanis olyan egyházi fenntartási területekre vittük be a pályákat, amiből nem tudtak felkészülni előzetesen a versenyzők. Komoly, a válogatott versenyzők ilyenkor saját győrtérképet készítenek a verseny előtt, de mivel ezekről a területekről se Street View, se korábbi térképek segítségével nem tudnak információt szerezni, ezzel tudtunk egy kis meglepetést okozni nekik. Izgalmas volt figyelni a váltópontokat, ahol előbb mindenki felvette a csapatához tartozó aktuális térképet, majd besorolt a várakozó zónába. Aztán, ha jött a pillanat, akkor ki lehetett lőni, és persze gyorsan át kellett tanulmányozni a térképet, hiszen volt, akinek az első ellenőrző pont már 200 méteren belül volt. A sportolóknak még nagyobb odafigyelésre volt szükségük, hiszen aki itt hibázik, nem csak a saját versenyét rontja el, de Dugovics Titus mondjára a többieket is magával rántja. A kollégium szárnyai közötti átjáron néha csúcsforgalom alakult ki, de a versenyzők ezt ügyesen megoldották. Sokak számára ez volt az utolsó előtti ellenőrzőpont. A szervezők ezt megpróbálták jól eldugni, de amint látható, azért mindenki rájt, hogy hol találja a narancs-sárga-fehér ellenőrzőpontot. Az átjárónál a szurkolás néha olyan hangos volt, hogy a versenyzőnek a dugókánál le kellett ellenőrizni, hogy valóban csippant-e vagy sem. Ezért emelték sokan a kezüket a fülükhöz, hiszen az eszköz halk pittyenéssel azért jelzi, ha a sportoló a pontot megfogta. Aki nem hallotta a pittyenést, az inkább vissza is ment. Nagyon jól sikerült ez a két nap, a legnagyobb létszámú OB-nk hagyományosan is, ez a sprint és sprintváltó, idén pedig különösen 1200 fölötti résztvevőszám. Egy nagyon jól lebonyolított OB, a veszprémiek annak ellenére, hogy eljöttek a saját otthonukból, nagyon jól össze tudták fogni, meg tudták csinálni, és a várostól is nagyon jó támogatást kaptunk. Mit ad a tájékozódási futósportnak, hogy gyakorlatilag bejött a városba? Ad egy másfajta kihívást a versenyzőnek, mert egész más objektumok, egész máshogy kell tájékozódni, nagyon rövidek az átmenetek, nagyon gyorsan kell döntéseket hozni, nagyon nehéz követni, hogy éppen, és nagyon gyorsan lehet elveszteni a fonalat. És ad egy másik fajta hozadékot is, hogy bejövünk a városba, és láthatóvá válunk, és sokkal könnyebb magunkat megmutatni, hogy mit csinálunk mi tulajdonképpen. Hol van a mi helyünk a világban? Egyre jobb helyünk van a világban, most éppen a Junior VB-n, a nemzetek versenyében második helyet értük el a világba, ez egy különlegesség, ilyen még eddig nem volt. A junior az nálunk a 19-20 éveset jelenti, ott már nagyon kemény a verseny. A még fiatalabbaknál, 15-17-18 éveseknél is jók vagyunk, ott most negyedikek voltunk az IFI EB-n, szintén így a nemzetek versenyében, az is egy nagyon jó hely, és érmeket hoztunk haza. Az már korábban is sikerült néhányszor, a junioroknál most nagyon följöttünk ezzel.
És akkor nézzük az eredményeket, elsőként a szeniorokat. A 105 év felettieknél ugyan az első váltásnál a tabániak, a másodiknál pedig a kalocsiak vezettek, végül csak előbbi fért fel a dobogóra. A remekül hajrázó Szilvánusz Sportegyesület, Fekete András, Zsebeházi Eszter és Kultéti Márton összeállításban nyert a DVTK előtt. Az első váltásnál mindkét csapatnak még több mint fél perces hátránya volt. A 135 év felettieknél a TTT valósággal szárnyalt, de az egyik versenyzőjük hibázott, így nem lett végső eredményük. A 44 csapatos mezőnyben két tipós váltó előtt a zalaegerszegi TC csapata nyert, Sárez Lajos, Sárez Éva és Mitró Zoltán összeállításban. A 165 év felettieknél a hódmezővásárhelyek is hiába indultak az éről az utolsó futás előtt, a hiba itt is a kizárás hozta. A tabáni váltó és a tipó előtt a győzelmet a helyi sport Szentendre szerezte meg. Versenyzői Kiácz Bence, Györfi Gabriella és Muliter Gábor. És ugyancsak a szentendréiek nyertek a 195 év felettieknél, Kerényi Dénes, Jenővári Gabriella és Balla Sándor összeállításban, a Veszprémi Honvéd és a MAF szállhatott még dobogóra. Ami az ifjúságot illeti, nos a 14 év alattiak mezőnyében, azaz a legkisebbeknél, 3,5 perc előnnyel zárt a tabáni Spartakusz az élen, Dankó Boróka, Balog Máté, Csobot Mihály és Veres Diana összeállításban. Mellé Ika, Nyíregyháza és a Szeged fért oda a dobogóra. Az volt a taktikám, hogy fussak minél gyorsabban és ne szívjak el. Elszívtam, a futás része jól ment. Mi az, hogy elszívtam? Hát, hogy nem, egy-két pontot nem találtam meg elsőre. A 18 évesek csapatversenyét pedig a veszprémiek uralták, hiszen az első két het elhozták, míg a harmadik helyen a Salgótarjának végeztek. A Lantai Lili, Barát Miklós, Bálint Ádám és Mára Marosi Rita összeállítású csapat 6 perccel verte az Engi Lilien, Angyal Dániel, Kovács Márk, Ódor Laura kvartettet, a többiek előtt pedig még nagyobb fölénnyel győztek. Azért szeretem, mert változatos, szóval mindig máshol futunk, mindig más a terep, a futás is máshogy kell, ugye más tempóban, meg ilyenek. Ez a mai ez milyen volt? Nekem nagyon tetszett, mert igazából kellett gyorsan is futni, de viszont technikás is volt, szóval voltak fönti, lenti pályák, mindenféle volt. Én nagyon szeretek elsőnek lenni, mert engem nagyon húz a tömeg, szóval engem az nagyon hajt. Próbáltam úgy készülni fejben a versenyre, meg tudtam, hogy van egy kis előnyöm, de hogy erős emberek indulnak utánam, úgyhogy próbáltam a legjobbat nyújtani, hogy ne érjenek utol. Aztán végül az egyik srác utolért, de úgy sikerült lehagynom, és úgy első helyen adtam tovább én is a váltást, úgyhogy végül is elégedett voltam magammal. Nem csak fizikailag kell erősnek lenni, hanem fejben is végig mindig ott kell lenni, és tartani kell a pontot végig. Akkor, amikor a térképet nézed, csak a következő pontot nézel, vagy már 2-3 előbbre jársz? Próbálok minél többet előre nézni, de 2-3-nál többet nem tudok. Ez mennyire volt nehéz a mai pálya? Hát voltak benne nehézségei, volt egy fullfangos pont, ami hát nehéz volt eldönteni, hogy lent vagy fent van, úgyhogy az nagyon fullfangos volt, de a legrövidebb utat nehéz volt nyilván megtalálni, de következtethető volt. Milyennek a csapatnak az erőssége? Mitől vagytok jó? Ki mit tesz hozzá pluszba? A legeslegjobbak az edzések a hangulat miatt, és a kemény csapat, ami igazából abba térül meg, hogy egymást tudjuk húzni leginkább. Volt valami nehézség itt a mostani pályán, vagy ez könnyű volt? Az elején túlságosan így ráfeszültem és koncentráltam, és már mindent tervezgettem. Technikailag viszonylag nehéz volt, és az elején hibáztam egy viszonylag nagyobbat, de utána az egész pályát élveztem, nyertük ezt a mai napot, ami eszméletlenül jó érzés. És akkor egy picit nézzük részletesebben a felnőtt verseny küzdelmét, ahol 43 csapat vett részt. A top favorit a tabáni Spartakusz volt, hiszen szinte a legerősebb összeállításban lépett pályára az egyik csapatuk. Miután mindig hölgyek kezdenek, és ők a befejező emberek is, így az egyéni bajnokságon 6. Hajnal Dorottya indult, és a szombaton 2. Sárközi Zsófia zárta a mezőnyt, kettőjük között pedig a két fiú, Bujdosó Zoltán és Bakó Áron, 2., illetve 4. helyével jelezte, őket bizony nehéz lesz utolérni. Ott volt azonban a másik tabáni csapatban, azaz Ormai Mihály, aki szombaton megnyerte a bajnokságot, és hát a Jónás Ferenc féle szegedi vasutassal is mindenképpen számolni kellett, meg hát a diósgyőriekkel, az alpokaljával, a hegyvidékkel, a Veszprémi Honvéddel, az egriekkel, és még a salgótarjániakkal is. Az első váltás után nem volt nagy különbség a csapatok között, Hajnal Dorottya elsőként adta át a stafétát, 15,5 perc alatt tette meg a versenytávot, 5 másodperccel a diógyőri Tamás Bianca, és 7-tel a szegedi Zagyva Rebeka előtt. A másodiként induló Bujdosó Zoltán hatalmasat futott, 13 perc 34 másodperces időeredménye összesítésben 29.04 volt, és ez azt jelentette, hogy 20 másodperce növelte az előnyét a szegediek előtt, és több mint fél perce volt a második tabáni csapat, ahol viszont Ormai ment ki a pályára.
Bakó Áron viszont extrát nyújtott, és 13 perc 15 másodperc egy időeredménnyel az egész verseny leggyorsabb embere volt, így aztán nem csoda, hogy tovább növelte az előnyt. Ormai 13.30-at, Jónás 13.39-et futott, vagyis fantasztikus pályát mentek ők is, mindez azonban kevés volt ahhoz, hogy közelebb jöjjenek. Az utolsó emberként rajtoló Sárközi Zsófia már egy picit taktikázni is tudott, és jó időbeosztással összességében 58 perc 16 másodperccel elsőként ért be a célba, ahogy szokás, a csapattársakkal együtt. A szegedi vasutas érkezett a második helyen, félperces hátránnyal, a tabáni Spartacus másik csapata pedig egy órán belül szintén beérkezett a bronzérmes helyre. Az egriek jöttek a negyedik helyre, a veszprémiek az ötödikek, a Diósgyőr pedig a hatodik helyen végzett. Úgyhogy mielőtt megnéznénk az eredményhirdetést, és a bajnokcsapat tagjai értékelnék a pályát, hallgassuk meg azt a versenyzőt, aki a legtöbbet segítette nekünk, hogy minél jobban megismerjük a tájékozódási futást, Mérő Dominikát, aki az egyéni dobogó után ma az ötödik helyre hozta be a csapatát. 14 perc 25 másodperces időeredménye egyébként messze a leggyorsabb volt a hölgyek között. A tegnapi futásomban az útvonalválasztásokat nem a legjobban sikerült eldönteni, úgyhogy azt sajnálom, de örülök azért a harmadik helynek természetesen. A maiban kevésbé volt technikás, úgyhogy inkább a futó tempó számított most, és az nekem úgy érzem, hogy jól sikerült, úgyhogy a maival sokkal elégedettebb vagyok. És akkor most hallgassuk meg a bajnok csapat tagjait, és persze pillancsuk bele közben az eredményhirdetésbe. Váltó vagy egyénévé jobb futni? Én váltóba szeretek, mert akkor a csapattársaimnak küzdök, és akkor mindig sokkal motiváltabb vagyok. Az elsőnek van felelőssége, hogy ő kezdés, akkor valami mindenképpen azt mondják, hogy legyen legalább előny, vagy ne legyen nagy hátrány? Inkább az lényeg, hogy ne legyen nagy hátrány, az lényeg, hogy az elsőhöz fusson egy stabil. Nekem nagyon erős váltótársaim voltak, úgyhogy tőlem az volt az elvárás, hogy az elején jöjjek és hozzak valami stabil futást. Én reszem a lábaimban, hogy fáradtak, de levezetéssel, meg kis nyújtással azért sikerült valamennyire rendbe rakni őket a mai futáson. Én kihoztam magamból, ami bennem volt. Úgy tudom, hogy a legjobb időt futottam a férfiak közül, úgyhogy elégedett vagyok. Örülünk, ha nyerünk, de azért az ember úgy igazán komfortos egy verseny után, hogyha elégedett is a saját futásával. Nagyjából fél perc előnnyel mentem ki. Melyik pontnál nyugszik meg az ember? Hát csak a befutópontnál, sőt, talán még ott se, de nekem most volt akkor előnyöm, hogy a befutópontnál már így föllélegezhettem, hogy jó, meg lesz az első hely. Ez volt Győrből a rövid távú és sprint váltó országos bajnokság. Reméljük, hogy sokan kedvet kaptak ez a fantasztikus sportákhoz. Látogassanak el a Magyar Tájékozódási Futószövetség honlapjára, a tájfutás.hu-ra, ismerkedjenek meg a többi szakággal, és aki teheti, ne vezzen be a 2022-es versenyekre. Biztosak lehetünk benne, hogy jól fogja magát érezni. Thank you.